Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a mi hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Öt Orbán kormány sem elég az ötkarikás játékok megpályázásához címmel. A miniszterelnök úr távolléte miatt válaszadásra Orbán Balázs politikai igazgatórat jogosította fel. Kérdezem a képviselőasszonyt, hogy elfogadja válaszadó személyét, vagy a miniszterelnök úrtól személyesen kérje a választ. Elfogadom, köszönöm. Önnyi a szó, Dúró Dóra, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt politikai igazgató úr. Társadalmi vitát kezdeményez a mi hazánk, mint legerősebb ellenzéki párt, egy hosszú távon nyereséges olimpia és paralimpia megrendezéséről. Tudom, hogy ez fáj a Jobbiknak, attól még ez így van. Még a baloldali közvéleménykutatók mérései szerint is a többség, 58% azt mondja, hogy büszke lenne, hogyha Magyarország rendezné meg a világ legnagyobb sporteseményét, azonban két fő ellenérv van, ami visszatartja a magyarokat. Az egyik a korrupció összekapcsolása azokkal a beruházásokkal, amelyek egy olimpia megrendezését is kísérnék. Ezért azt javasolja mi hazánk mozgalom, hogy jöjjön létre egy felügyelőbizottság, az ellenzéki pártok és civilek bevonásával, amely nyomon tudná követni ezeket az elejétől a végéig. Másik ellenérv szokott lenni a gazdasági megtérülésnek a kérdése. Ugyanakkor itt hangsúlyozni kell, hogy Magyarország az elmúlt években nagyjából 25 világversenynek volt házigazdája. Számos létesítmény már ezek kapcsán megépült, és az utóhasznosítás és az infrastruktúra hosszú távon is használható lesz a magyar emberek számára. De egy olimpia megrendezése nem csak gazdasági kérdés, tisztelt képviselőtársaim. Én életemben nem láttam még 30 ezer boldog magyar gyermeket egy helyen, és ez akkor történt meg, amikor a magyar labdarúgó válogatott hazai pályán is legyőzte Angliát, és a magyar csapat közösen énekelt el a magyar himnuszt 30 ezer magyar gyermekkel. Ez olyan élmény mindegyikük számára, amit nem lehet forintosítani. Kérdezem ezért politikai igazgató urat, milyen feltételekkel támogatja a kormány, hogy Magyarország megpályázza a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezését. Várom érdemi válaszát. Megadom a szót Orbán Balázs politikai igazgató úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőasszony. Azt tudom mondani önnek, hogy Magyarország és az olimpia, illetve az olimpiai mozgalom kapcsolata örök. Az első nyári olimpián már ott voltunk, amikor szabad akaratunkból dönthettünk, akkor mindig részt vettünk az olimpiai játékokon. Ugye mindannyiunk számára ismert az, hogy mi vagyunk az egyik legsikeresebb sportnemzet. Szerencsére most már nem csak a versenyeken, hanem egyébként a különböző események, világsportesemények megrendezésében is jeleskedünk. Jelen pillanatban is zajlik a vizes bajnokság, illetőleg jövőre a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság lesz Budapesten. És valóban igaz az, amire ön is utalt, hogy a 10 legeredményesebb olimpiai mozgalmi nemzet közül csak mi nem voltunk még házigazdái olimpiai játékoknak, és egyetértünk azzal, hogy egy olimpia sok haszonnal és előnnyel gazdasági és valószínűleg azon túli érzelmi, emocionális értelemben is sok előnnyel és haszonnal járna, mint Budapest, mind Magyarország számára. Azonban a korábbi pályázatok tanulsága az az, hogy pályázni csak megfelelő időben, megfelelő előkészítettség mellett és megfelelő politikai konszenzus mellett lehetséges. Természetesen sokat kell beszélni a sportlétesítményekről, a közlekedési infrastruktúráról, sokat kell beszélni a szálláshely kapacitásokról, de ahogy arra ön is utalt, és köszönöm ezt a megjegyzését, a tekintetben évről évre lépünk előre, a sportlétesítmények folyamatosan készülnek el, tömegközlekedés folyamatosan javul, szálláskapacitások erősödnek, tehát a kérdés az az, hogy Magyarországon van-e politikai egység ezen kérdés mögött. Én azt remélem, hogy a válasz erre a kérdésre az, hogy igen. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, Orbán Balázs, politikai igazgató úr. Viszont válaszra van lehetősége Dúró Dóra képviselőasszonynak. Köszönöm a lehetőséget.
lehetőséget és a részben érdemi választ a társadalmi párbeszéd elindítását tűzte zászlajára most a Mi Hazánk mozgalom az olimpia rendezés kapcsán, hiszen úgy, mi is úgy látjuk, hogy erre szükség van, és az elmúlt időszakban a sikeres rendezések, amelyeket Magyarország fel tud mutatni, akár a vizes világbajnokság esetében, akár a harmadik legnagyobb sportesemény a jövő évi atlétikai világbajnokság elnyerése tekintetében, úgy gondolom, hogy a közvéleményt is inkább az olimpia rendezés mellé tudja állítani, de ehhez elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a magyar kormány is nyilvánítsa ki a rendezési szándékát, hiszen hogyha a politikai szándék nincs meg a magyar kormány részéről, akkor teljesen felesleges a párbeszédet is egyáltalán elindítani. Tehát ezért kérdezem a politikai igazgató urat, hogy milyen feltételekkel tudja a kormány támogatni, hogy Magyarország megpályázza a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezését. Köszönöm, Dúró Dóra képviselőasszony. Viszont válasz illeti meg a politikai igazgató urat. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony. A vita valószínűleg nem közöttünk van, hanem az öntől balra ülők felé kellene fordulni. Volt Magyarországon már olyan időpillanat, és az az időpillanat jó sok évig fenn is állt, amikor a magyar politikai életben konszenzus volt a tekintetben, hogy Magyarországnak pályáznia kell az olimpia megrendezésére. Ez a politikai konszenzus, ez szerintem nyilvánvalóan rövid távú politikai számításból megbomlott az elmúlt években. Ennek minden magyar kárvallottja lett, és Magyarország is kárvallottja lett, ez az én megítélésem. A legfontosabb feladatunk az az, hogy ha ennek feltételei fennállnak, akkor a politikai konszenzust helyreállítsuk. Azzal is egyetértek önnel, hogy ennek alapja egy nagyon erős társadalmi mozgalom. Én azt tudom mondani, hogy ezt a társadalmi mozgalmat eddig is és ezután is támogatni fogja Magyarország kormánya. Köszönöm szépen a szót!